Felcímkézve sorakoztak a mézek az asztalokon. Szombaton szakmai zsűri választotta ki közülük Baranya megye legjobbját. A méhészek 90 üveg mézzel neveztek a mustrára, amit az idei mézes mázas napon tartottak Szentlőrincen. Itt derült ki, melyik ínyentség a megye legjobbja, amely így egy évig viselheti a címet, de az első hely más előnyökkel is jár. A Baranya megyei önkormányzatnak az a felajánlása, hogy 100 kg mézet fog megvásárolni egy speciális termelő üvegben, egy speciális megtervezett, előre megtervezett címkével fogjuk ezt a különböző vendégeinknek reprezentációs ajándékként odaadni, illetve hát a saját magunk is boltjában és a majdani Kincses Baranya bolthálózatban próbáljuk meg majd értékesíteni ezeket a mézeket. A szakmai napra a megye távolabbi részeiről is érkeztek méhészek. A megnyitón Nagy István parlamenti államtitkár bíztatta őket az összefogásra. Hihetetlen fontos dolog az, hogy együttesen összefogva tudjunk érdeket érvényesíteni, és együtt megosztottság és megosztás nélkül lehessen ennek a kisközösségnek a jövőbe tekinteni, mert csak akkor lesz eredményes. Hölgyeim és uraim, engedjék meg, hogy ezekkel a szavakkal megnyissam a harmadik közös napot. A méztermelők több mint egy évtizede találkoznak minden esztendőben itt Szentlőrincen. Először a gazdanapokon szerveztek mézes programokat, de immáron harmadik éve önálló rendezvény a mézes mázas nap.